Robinson és Crusoe ezúttal egy műanyagokból álló lakatlan szigeten küzdenek meg a környezet és az emberi bizalmatlanság problémáival, a Nemzeti Színház ezúttal kifejezetten gyerekeknek készült darabjában. A cél az érzékenyítés, mondta Lotz Katalin igazgató. Mit csinálunk mi emberek a saját klímánkkal, a saját földünkkel? Ez az egyik nagy téma. Ez egy, ami itt a díszletben látszik, ez egy sziget, ez egy szemétsziget, és erre a szigetre vetődik partra két idegen, és ez már a másik témát is felvezeti, mégpedig az, hogy két idegen, akik teljesen különböző kultúrákból érkeznek, egymás nyelvét, kultúráját nem értik, hogy tudnak együttműködni egy lakatlan szemétszigeten. A darab most még a Nemzeti Színház színpadán játszódik, de hamarosan útra kell, és iskolákban kezd új életet, kiegészülve egy beszélgetéssel, melynek témája természetesen a környezetvédelme és az emberek egymás közti viszonya. A Robinson és Crusoe-t Victoria Pichel arcták rendezőnő állította színpadra, aki dolgozott már Szekszárdon. Külön érdekesség, hogy Robinsont Cecilia Cucuo alakítja, aki gánai és dél-tiroli származású vendégművész, és pályázat alapján nyerte el a Deutsche Bühne meghívását.